2014. áprilisában Déván tartottunk rajztanfolyamot Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes gyermekotthonában az ott élő fiataloknak. Barátok és ismerősök, akik velünk együtt érkeztek Dévára, lakásfelújításban, vásárlásban, gyerekfelügyeletben segítették a gyermekotthon és a nevelők életét. Egy családnál 8-10 gyermek nevelkedik. Az itt élők száma minden nap szaporodik. Messzi vidékekről érkeznek a gyermekek, és Böjte Csaba is fáradhatatlanul kutatja őket. Ma már 80 helyszínen több, mint 1000 gyermek él Csaba testvér otthonaiban. Reggeli, ebéd és vacsora időben itt az étteremben együtt étkezik az otthon apraja, nagyja. A gyerekeknek hatalmas sikerélmény volt ez a rajztanfolyam. Sokszor az iskolában vannak ilyen kudarc élményeik. Itt napról napra láttuk mi is a fejlődést, de ők is érezték. Segít a kitartásba, tehát amikor lássák, hogy nehéz a feladat, volt olyan kislány, aki szerette volna feladni, és a többiek olyan szépen megfogalmazták, hogy miért kell ezt a tanfolyamot végigcsinálni, miért lenne tanácsos, hogy nem is gondolná az ember, hogy ennyi bölcsesség van bennük. Ez a tanfolyam számomra nagyon hasznos volt, mert olyan dolgokat váltott ki belőlem, amire én a tanfolyam előtt nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok. És engem a rajzolás nagyon nyugtat. Örvendek, hogy részt vettem a tanfolyamon. Én nagyon hálás vagyok ennek a rajztanfolyamnak, mert a tanfolyam előtt bennem az volt, hogy én nem tudok rajzolni, és Marian is Kitty segítségével rájöttem, hogy én nagyon is tudok rajzolni. Rájöttem, hogy ez az egyik olyan tevékenység, amit szívesen csinálok szabadidőmben. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a tanfolyamon. Számomra lehetővé tette azt, hogy olyan dologra legyek képes, amire azelőtt nem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon örvendek, hogy részt vettem ezen a tanfolyamon.